No, hát nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és elnézést, hogy egy kicsit ilyen szűkösebb körülmények között vagyunk. A helyzet az, hogy a nagy teremben 16 órától van egy lakossági meghallgatás, és ott felajánlották nekem nagyon korrektül, hogy tartsuk meg az előadást, de akkor 4-kor el kell mennünk. Na most azt viszont nem tudom 100%-osan garantálni, hogy pontban 4-kor befejezzük. Egyébként 4 körül befogjuk, tehát aki úgy kalibrált az idejét, ne ijedjen meg. Tehát ez egy órás előadás, de 100%-ig nem voltam benne biztos. Amit szeretnék mondani, hogy az önkormányzat azzal is jelzi, hogy a képzés mögé most sokkal nagyobb lendülettel áll, hogy látják, hogy itt mindenféle földi jót kaptunk, és ezt kérem, hogy használják is, igyanak, egyenek, kávé, mindenféle sütemény, egyebek, és ez lehet is nyugodtan, és de utána is mindenképpen. És ami még nagyon fontos, hogy nem győzöm elmondani, hogy az, amit ugye december 4-én most már lassan tényleg itt van az időpontja, hogy átvegyem ezt a pest-megyei emlékérmet, ezt ugye Szentendre terjesztette föl. Tehát ebben az értelemben is ugye mögött állnak a dolognak, ami szintén, köszönjük szépen, nagyon aranyos, és ami viszont még talán ennél is jobb hír, hogy nagyon nagy az érdeklődés a könyvvásár iránt is, már többen hívtak telefonon, hogy mennyi könyvet hozhatunk, tanár úr, és mondtam, hogy hát persze itt azért az egy határ, hogy mennyit bírunk el. Ugye azt önöknek is mondom, bár szerintem tudják a levelekből, meg a hírekből is, hogy mi átvételért ugye nyilván pénzt nem tudunk fizetni, viszont az értékesítésnél minden egyes könyvet 250 forintért fogunk árulni, amiben az a jó, hogyha összegyűlik 30 ezer forintnyi pénz, akkor már egy tanfolyamot ingyen tudunk a jövő fél évben indítani. Tehát ez mindenképpen nagyon jó. És azt is örömmel mondom, hogy ebben a fél évben több mint 150 hallgatónk volt. Tehát igazából nem szomorkodunk, sőt azt kell mondjam, hogy bár az előadásokon kicsit kevesebben szoktunk lenni, de azért itt is hozzuk a 15-ös, 20-as létszámot általában. A tanfolyamok azok viszont nagyon szépen működnek, úgyhogy nagyon köszönöm önöknek. És ez most ezért ezúttal ennek a fél évnek a záró előadása, de közben pedig a jövő fél évtől egy még komplexebb képzéssel fogjuk folytatni ezt az egész programot, és remélem, hogy hasonlóan sikeres lesz. No hát ennek az előadásnak én tulajdonképpen két címet is adtam, látják. Az egyik az, hogy miért nem boldog a közép-európai ember, mert hogy mindenféle nemzetközi boldogságkutatások azt mutatják, hogy mi ebben a sok nagy régióban a világon valahol úgy nem az elején vagyunk, pedig az anyagi helyzetünk alapján a közepének a legelejéhez tartoznánk, ha nem is a legjobb, de mindenképpen a középmezőny elején vagyunk. Ugye ha 200 országot nézünk, akkor nagyjából a közép-európai országok legjobbjai azok körülbelül ott a 40. környékén vannak, de a saját boldogságérzésünk, a saját biztonságérzésünk, a saját teljes életérzésünk a sokkal rosszabb általában, mint amilyen az anyagi helyzetünk, vagy amilyet a környezetünk rólunk gondol. Úgyhogy indokolt egy ilyen összehasonlítás, indokolt egy ilyen elemzés, hogy mi az oka ennek a furcsaságnak, ennek a furcsa kettősségnek, és egyúttal ugye ezáltal egy picit javaslatokat is fogalmazok meg, hogy mit lehetne tenni azért, hogy egy kicsit jobb legyen a közérzetünk, a boldogságunk, az önérzésünk, hát ezeket a fogalmakat majd egy kicsit jobban körül fogom járni. Mindenféle elméleti meghatározás és történeti elemzés nélkül kezdeném azonnal azzal, hogy Közép-Európa ebben az előadásban mit jelent. Ezt azért kezdem így, mert egyébként, ha ebbe belemegyek, akkor egy külön Európa előadást kellene tartani, és azt kéne elemezni, hogy Szűcs Jenőtől kezdve a Zegon Friedelig ki hogyan fogalmazta meg a Közép-Európát és Közép-Európa küldetését. Hát ettől most az Isten mentsen meg minket. Én Közép-Európán a következő területet értem, ami be is volt karikázva a térképen. Ugye azok a dominánsan katolikus vallási országok, amelyek 1000 körül keresztény királyságokat hoztak létre. Ez önmagában már egy történelmi sorsközösség, azt kell mondjam, hogy nem is kell ezt részletesebben mondanom, és a 20. század első felének végén, ugye 45-ben mindegyik a szovjet blokknak lett a része, tehát az úgynevezett kommunista rendszer terjedt ki rájuk, és mindegyik a maga módján felszabadult 1989-90-ben a kommunista rendszer alól. Románia látszólag kirúg ebből a sorból, de mégis Közép-Európának tekintem. Egyrészt a multikulturális gazdaságilag fejlett Erdéllyel, amelynek a GDP-je az körülbelül a 40%-a Magyarországénak, tehát azt lehet mondani, hogy egy viszonylag jó állapotban lévő régió, és természetesen ezáltal ugye rengeteg olyan geopolitikai meghatározottsággal, ami inkább ebbe a régióba helyezi ezt az országot, bár kétségtelen, hogy a
a tárgyalt országok közül, amelyek a térképen látták Lengyelország, Szlovákia, Csehország, Magyarország és Románia egészségére. Ezek közül Románia a messze legfejletlenebb, és ezzel kapcsolatban Magyarországnak nem is kell különösebben aggódnia, hogy a mindenféle sajtótermékekben mindenféle elemzések napvilágot látnak, hát Románia összgazdasági teljesítménye az messze meg sem közelíti Magyarországét, és valószínűleg még 20 évig valószínűleg nem is fogja. Maximum a teljes érték, de hát azt ugye 20 millió ember termeli, Magyarországon pedig ugye 9,8 millió, tehát jelentős a különbség. Mit jelent ez lakosság számra, ha már ezt említem, ugye Közép-Európát? Hát Közép-Európa 5 országából, ugye Lengyelország a legnagyobb, 38,5 millió. Ez sok mindent megmagyaráz annak vonatkozásában is, hogy az Európai Unió miért tekinti kiemeltnek Lengyelországot. Biztosan tudják, hogy az Európai Unió minden évben 12 ezer milliárd eurót fizet csak Lengyelországnak. Magyarországnak ez a szám körülbelül 3,5-4 ezer milliárd, attól függ, hogy mit tudtunk kilobbizni. Ez ugye testvérek között is a háromszorosa a lengyelek, amit kapnak, de a létszámra rátekintünk, akkor azt kell mondjam, hogy még egy kicsit aránytalan is tulajdonképpen, még többet is kaphatnának. Biztos tudják, hogy most ott ugye Lengyelországban a Jog és Igazságosság pártja például ezzel nyerte meg a választásokat, hogy azt mondták, hogy még markánsabban, még keményebben, még határozottabban az érdekeinket érvényesíteni az Európai Unión belül, hiszen az 500 milliós EU-ból 38,5 millióan vannak, tehát egy jelentős tömeget alkotnak. Csehország 10,5 millió és növekszik a lakossága, ugye ez egy érdekes dolog, Magyarország és Szlovákiáé csökken. Hát ez is egy elgondolkodható dolog, hogy mit kellene azért tennünk, hogy Magyarországon is növekedjen a lakosság, de az mindenképpen fontos, hogy ez a 85 millió ember, ez egy jelentős politikai, geopolitikai erőteret tudna képezni, és az én előadásom egy picit arról is szól, hogy talán Közép-Európának ki kellene találnia önmagát, hiszen sokkal többet beszél a világsajtó manapság arról, hogy balkáni erőtér, hogy a régi Jugoszlávia különböző országaiból valamit kéne csinálni, és esetleg azokat akár együtt felvenni nemzetközi szervezetekbe, például 2020 körül az EU-ba, a Nyugat-Balkáról, holott a Nyugat-Balkán jelenlegi összlakossága az ottani országok száma bár nagyobb, de az összlakossága 21 millió. Tehát a 85 milliós tömb az gazdaságilag, geopolitikailag minden szempontból egy erős tömb lehetne, és fontos volna, hogy összetartson. Azonban az első probléma, ami miatt nem boldog a közép-európai ember, az például az, hogy ezek az országok nagyon kevéssé tartanak össze. Ezeknek az országoknak a külpolitikája egyáltalán nincsen összehangolva. Ugye ezeknek az országoknak a külpolitikusai gyakorlatilag mindegyik egy picit mást mond, mint a többiek, és így nagyon nehéz közös érdekekben gondolkodni, és bizony a külpolitikai távolság gazdasági távolságokat is szül.